Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Budakalász helyi építési szabályzatáról és a közösségi terek használatának rendjéről is határoztak. Gyertyagyújtás. Az ünnepi rendezvényen köszöntőt mondott dr. Gölbül Richárd polgármester és Berecki Őrs református lelkész. Győzelem. 31-30-ra nyert a Gyöngyösi Együttes ellen a Budakalász kézilabda ZRT csapata a férfi kézilabda NB1 szombati játéknapján. Múlt hét szerdán tartotta rendes ülését Budakalász Város Önkormányzat képviselőtestülete, amelyen 7 nyílt és 2 zárt napi rendről döntöttek. Egyebek mellett Budakalász helyi építési szabályzatáról, a közösségi együttélés rendjéről, valamint a játszóterek és fitnessparkok használatáról tárgyalt a grémium. 2 zárt és 7 nyílt napirendi pontot tárgyalt legutóbbi rendes ülésén a grémium, amely 10 fővel határozatképes volt. Negyedik napirendi pontként a védett utakra történő behajtás rendjéről volt szó a tanácskozáson. Egy technikai jellegű módosításról van szó. A behajtási rendelet második mellékletének Dunapart védett övezeten kívüli terület utcajegyzéke nem tartalmazza a Márna utcát, pedig területileg ide tartozik. Az előterjesztés ezzel az utcával való kiegészítéséről szól. Az előterjesztést a pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A rendeletet a képviselőtestület 10 igen mellett elfogadta, így megalkotják a módosításról szóló rendeletet. A továbbiakban a Lupa Egyesület finanszírozásáról is döntöttek. Önkormányzatunk 2018. november 9-én kötött megállapodást a Lupa Egyesülettel a Lupa sziget környezetének állapotának megőrzése javítására. Az átvállalt feladatokra a megállapodás szerint minden évben az önkormányzat forrást biztosít az Egyesület számára. A 2021-es évben az átadott támogatás 2.049.020 forint volt. Az elszámolást az Egyesület minden évben elkészíti és benyújtja a következő év március 31-éig. Az előterjesztést a pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kíván-e valaki kérdezni, hozzászólni? Nem? Akkor a határozati javaslat a következő. Budakalász Város Önkormányzatának képviselőtestülete a Lupa Egyesület 2021-es évi támogatásáról szóló elszámolást elfogadja, és a képviselőtestület a Lupa Egyesülettel 2018-ban kötött megállapodása alapján az átvállalt feladatokra járó 2022-es évi támogatás kiutalást jóvá hagyja. Kérem, szavazzatok! A képviselőtestület 10 igen mellett a határozatot elfogadta. 6. napi rendi pont, immár sokatszor, javaslat a Sekrestyés utcai 3706/2 és 3706/4-es helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat eredménytelenségének megállapítására és újabb pályázat kiírására. A Sekrestyés utcai 2 ingatlan értékesítésére az önkormányzat 2022. október 5-én 5. alkalommal pályázatot írt ki. A pályázat beadási határideje november 30-án lejárt. Senki nem nyújtott be ajánlatot, így a pályáztatás ismét eredményterül zárult, így újabb pályázat kiírása szükséges. A határozati javaslatot a grémium elfogadta. Utolsó nyílt napirendi pontként pedig a 2022. augusztus 4-e és 2022. november 30-a közötti időszak alatt hozott, lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést fogadták el. Ezt követően zárt ülésen folytatta a munkát a testület. Meggyújtották a negyedik gyertyát a város adventi koszorúján december 17-én szombaton.
Az ünnepi rendezvényen köszöntőt mondott dr. Göbül Rihárd polgármester és Berecki Őrs református lelkész. Az adventi műsort a Patakpart általános iskola diákjai adták elő jelenlévőknek. A szeretet gyertyája is fellobbant szombat délután a város adventi koszorúján. Az adventi hétvégéken ünnepi beszédekkel és karácsonyi műsorokkal várták a budakalásziakat a Kárpátok-Őre szobornál. Az utolsó alkalmon dr. Göbül Rihárd polgármester köszöntötte a megjelenteket. József Attila írja a Város peremén című versében. Mint pici denevérek, puha szárnyakon száll a korom, s lerakódik, mint a guanó, keményen vastagon. Lelkünkre így ül a kor. A bajba, a bűnbe jutottsághoz azonban 2000 éve van jó hír is. A bűn is, a baj is, ha elismerjük a saját szerepünket, vétkeinket benne, és megbánjuk, kegyelem kiáradásának forrásával válhat. Gyógyítás fakadhat belőle. Advent a fohászok ideje is. Fohászkodni mindenki tud, legyen bár az ember hívő vagy nem hívő. A karácsonyt mindannyian várjuk. A fohász egyetlen szavát átélni többet ér 10 rózsafűzérnél, vallja Czakó Gábor Kossuth díjas írónk. Kívánom, hogy mindannyian tudjunk élni a még előttünk álló adventi hét adta lehetőségével, hogy valóban áldott legyen a karácsony ünnepe itt Budakalászon is. A közös adventi gyertyagyújtás régi hagyomány Budakalászon. Az idei negyedik ünnepségen a Patakpart általános iskola diákjai mutatták be produkciójukat a közönségnek. Pásztorok, eljünk be, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos is állócsába, siessünk, ne késünk, hogy még ezen ilyen odaérhessünk, mi úrunknak tiszteletet tehessünk. Pásztorok, eljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istállócskába, siessünk, ne késünk, hogy még ezen ilyen odaérhessünk. Mi úrunknak tiszteletet tehessünk. Az adventi koszorú negyedik gyertyája a keresztelő Szent Jánosé, aki hirdette Jézus eljövetelét és készítette Jézus útját az emberek szívéhez. A negyedik vasárnapon a hit, a remény, az öröm és a szeretet lángjai egyszerre égnek a koszorún, ami így megvilágítja a téli sötétséget és jelzi az Úr érkezését. Budakalász koszorúján a negyedik gyertyát Berecki Őrs református lelkész gyújtotta meg. Hát mitől lesz jó a karácsony? Én 3 szabályt állítottam föl magamnak, nekem 3 dologtól jó a karácsony. Egyes, legyen benne bontogatós ajándék. Tehát nem úgy, hogy így megmondják előre, hogy mit kapok, hanem hogy legyen benne egy csomagban, és a csomagból elsőre ne látszódjon, hogy labda vagy könyv, és akkor én kelljen kibontsam, és örüljek. Hát az örülök, hogy nem, hát biztos örülök, de már önmagában meglepetésnek örülök, hogy bontogatok, ugye? És szeretek adni is bontogatós ajándékot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a feleségem mit fog szólni majd, már kitaláltam, hogy mi lesz, és akkor majd örülni fogunk, hogy bontogatja. Szerintem ez így kell a karácsony. Ez egyes. Kettes, kell legyen nem bontogatós ajándék, amikor magunkat adjuk ajándékba egymásnak, azzal, hogy túl vagyunk az előkészületnek a rettenetein, azzal, hogy összehozzuk azokat, akik összetartoznak karácsonynak az ünnepi óráiban és perceiben, és azt mondjuk egymásnak karácsony, hogy boldog karácsony. És hogy örülünk egymásnak, és én vagyok az ünnep a másiknak, és ő az ünnep nekem, ahogy összenézhetünk. A harmadik pedig, ami nekem nagyon fontos karácsonykor, az az, hogy el legyen mondva a történet. Annak a története, ami karácsonynak az ünnepe, amit az előbb olyan ügyesen elmondtak a gyerekek, a betlehemessel, Jézus születésének a története. Erre azért van szükségünk, mert az egész karácsony végső soron erről a nagy ajándékról szól, Isten önmagát adja, ő maga jön ide, megmutatja a szeretetnek és a kegyelemnek a teljességét, a tökéletességét, végül majd a Jézusi áldozatban, kereszthalálban annak a
még nagyobb teljességét és tökéletességét, de már karácsonykor eljön, ezt akarja nekünk ajándékba adni önmagát, azt akarja, hogy ezt bontogassuk egész életünkben, így legyen, ezt kívánom. Amen. A műsor végén a budakalászi református gyülekezet nemrégiben megalakult kórusa adott elő ünnepi dalokat. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek. Békesség földön az embernek, békesség földön az embernek, kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet. Békesség, békesség embernek. Dicsérjük a szent angyalokkal, imádjuk a hit pásztorokkal, az isteni gyermeket, ki minket is szeretett. Dicsérjük, imádjuk és áldjuk. A gyertyagyújtás után forró teával és kürtös kalácssal várták a vendégeket. A Kárpátok őre szobornál összegyűlt tömeg meghitten, közösségben ünnepelt advent utolsó hétvégéjén. Kabátkampányt indítottak novemberben Budakalászon az önkormányzat szociális munkatársainak és a szakbizottság képviselőinek kezdeményezésére. A felhívás a következő volt. Fázik? Vegyen el egy kabátot. Nem szeretné, hogy mások fázzanak? Hozzon egyet. A mottó sikeresnek bizonyult, az adventi időszakban sokan éltek mindkét lehetőséggel. A faluház bejáratánál elhelyezett ruhafogasokon gyűltek és találtak új gazdára a kabátok a nyitvatartási idő alatt. Vasárnap a kampány végén a megmaradt, jó állapotú téli kabátokat a szervezők átadták a városi karitatív szervezeteknek, hogy ők gondoskodjanak azok további sorsáról. Az ötletgazdák és a kivitelezők minden jó érzésű embernek köszönik a támogatást. A Budakalász kézilabda ZRT csapata hazai pályán 31-30-ra győzte le a Gyöngyöst a férfi kézilabda NB1 szombati játéknapján. A győztes gólt Koncz András lőtte be 5 másodperccel a játékidő vége előtt. Mindkét együttes követett el szabálytalanságot, a házigazdákat 16, a vendégeket 20 perc kiállítással büntették a játékvezetők. A gyöngyösi vendégcsapat edzője, Bíró Balázs, a meccs utáni sajtótájékoztatón gratulálta a győztes hazai együttesnek. Úgy gondolta, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Ugyanakkor dühének adott hangot, hiszen úgy vélte, lett volna lehetőségük felülkerekedni. A Budakalász kézilabda ZRT vezetőedzője egyetértett kollégájával. Gratuláció el mind a két csapatnak, hiszen egy óriási mérkőzést játszottunk a Gyöngyössel. Talán mi jöttünk a végjátékból szerencsésebben, de ha kicsit visszakanyarodok a mérkőzés elejére, akkor jól kezdtük a mérkőzést. Azt gondolom, az történt, amit elterveztünk. Az első 15 percben aztán érthetetlen módon megtorpantunk, és onnantól kezdve olyan érzésem volt, vagy nem játszottunk jól, csikorgott-nyikorgott a védekezésünk, támadásban is nagyon sok hibát követtünk el, és ezt az időszakot nagyon jól kihasználta a Gyöngyös, és nagyon könnyen, vagy az időszak úgy éreztem, hogy benne van a meglepetés, hogy sajnos ezt a mérkőzést hazai pályán el fogjuk veszíteni, főleg, hogy az edző kollega is említett a második fél időben, aztán, ahogy szokták mondani, ez a szegény ember még az ág is húzta, tehát az, hogy Váci Dani nem tudott rendelkezésünkre állni, a két lövőnk megsérült, az egyiket kiáltották, a másik megsérült, rengeteg kiállítást kaptunk, rengeteget voltunk emberhátrányba, de ez is mutatja a tartását a csapatnak, hogy vesztes helyzetből is fordítani tudtunk, és egy nagyon szoros végjátékot sikerült lehoznunk, amelyet megnyertünk, többek között Koncz Andrásnak a jó beszállásával.
és meg kell említenem a valóban a junior korú fiatal kapusunkat, a Benni, aki nagyon fontos két hétméterest hárított, hiszen ha azokat értékesíti az ellenfél, azt gondolom sanszunk nem lett volna pontot szerezni. Összességében nagyon boldogok vagyunk, hiszen őrizzük hazai veretlenségünket. Ez, azt gondolom, hogy ebben a mezőnyben ez nagyon nagy dolog. Szép őszt csináltunk, nagyon jól állunk a tabellán, és szeretnénk ezt folytatni majd tavasszal is. Van még nagyjából egy jó percünk, ugye itt a passzív játék befejeződött, így nekünk tényleg azt lehet mondani, hogy ez a támadással megnyerhetjük ezt a mérkőzést. Na gyerünk fiúk, most a passzív, lőj el valaki, Bab Bence, elindult, helyett kicsit azt most már azt gondolom, hogy sok volt ez. Van egy perc a mérkőzésből, a Gyöngyösnek van egy támadása, üres a kapu. És ugye Pottiszk van a pályán, Schmid, Hegedűs, most csak és Menyhárt Máté még bal szélen. Csak néha elkezdte tüzelni a srácokat, mert rendkívül fontos ez a védekező. Igen, fél perc van. Ők valószínűleg végig fogják támadni, amíg lehet, amíg engedik a játékvezetők. Így van, most van passzív, 4-3-2, nekik lőni kell, és szélről, így van, sajnos szélről. Meg sikerült találatot szerezni a Lakosi Máténak, ahogy ezt így lehetett erre számítani. Van még 15-10 másodperc, az utolsó támadás, el kell lőni, meg lehet nyerni ezt a mérkőzést. Koncentrás! Belövi! 30-29, tessék figyelni, 2 másodperc van, és nem lehet betalálni. 31-30, megnyerték a meccset. Koncentrás meglőtte azt, amit meg kellett lőni. És megnyertük a találkozót, a Gyöngyös. Legyőztük hazai pályán. Ez volt a Budakalász kézilabda ZRT utolsó bajnoki mérkőzése idén. Ezen kívül már csak egy összecsapás van hátra számukra. Híradónkkal egy időben a Városi Sportcsarnokban fogadja a Sziget-Szent Miklós csapatát a Liga Kupa csoport mérkőzések keretein belül. Végül a várható időjárásról. Kedden elsősorban fátyol felhők lehetnek az égen, de helyenként vastagabb felhők is takarhatják a napot, viszont száraz idő várható. A középső ország részben és a Dunántúlon élénk lehet a délkeleti szél, még országszerte fagyos lesz a reggel, napközben pedig 1-6 fokot mérhetünk. Adásunk végén kiemelt híreink még egyszer röviden. Budakalász helyi építési szabályzatáról és a közösségi terek használatának rendjéről is határoztak a múlt hét szerdai képviselőtestületi ülésen. A 4. adventi gyertya meggyújtása alkalmából tartott ünnepi rendezvényen köszöntőt mondott dr. Göbül Rihárd polgármester és Berecki Őrs református lelkész is. 31-30-ra győzte le a Budakalász kézilabda ZRT csapata a Gyöngyösi Együttest a férfi kézilabda NB1 szombati játéknapján. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb, kedden este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!